valaki örökbe fogad egy gyereket, ez csak egy példa, és az a kisfiú vagy kislány idegennek érzi otthon magát. És úgy érzi, hogy nem tudom, engedélyt kell kérnie, hogy kivegyen a hűtőből valamit, vagy jó napot kívánok apukám, vagy édes, nem tudom, tekintetes apa, meg ilyenek. Akkor ha egy igazán szerető szülő vagy, akkor a szíved hasad meg attól, hogy ez a gyerek mit gondol, és hogy viszonyul hozzád. És azt szeretnéd, hogy bárcsak megérteni azt, ami a te szívedben van ő felé, hogy te nem idegennek látod őt, hanem a sajátodnak. És ilyen az egyház szerintem ilyen volt, hogy mi megtértünk, de olyan, mintha idegenek lettünk volna Istennek a házában. És ez csak akkor szűnik meg, amikor nem, ez az adoptálás, ez nem olyan, hogy itt ilyen, igen, hát én apa, anya nélkül nőttem fel, lelenc otthonba, vagy árvaházba, és akkor jött egy drága család, elfogadott engem, és én egész életemben úgy élem le az életemet, mint aki tudom, hogy én árvaházba nőttem fel, akiknek nincsenek szülei. Amikor Isten kijelenti azt, hogy ez a Galata 3-ba vagy 4-be van, hogy az ő kitöltött az ő fiának a szellemét, és azáltal kiáltjuk, hogy abba atya, ez azt jelenti, hogy olyan, mintha te mindig is az ő fia lettél volna. Tehát nem olyan, hogy innentől kezdve Isten fia vagyok, hanem felismered azt, hogy minden kitörlődött az elmédből, mindaz, amit a bűn meg Ádámnak a bukása okozott, ami elidegenítette az embert Istentől, az mind kitörlődik, és felismered azt, hogy Úristen, én mindig is az ő fia voltam, eredendően. Csak ez a világosság tudja igazából letörölni azt, hogy te bűnös ember vagy. Mert higgyétek el, ugye erről már beszéltünk, hogy Isten, azt mondja az Efezus 1:4, hogy a Krisztusban kiválasztott minket a világ felvettetése, vagy az jobb fordítás, a világ bukása előtt, az a katamballó van ott, az azt jelenti, hogy amikor elbukott a világ. Isten kiválasztott bennünket ő benne. Tehát ő előbb talált meg bennünket Krisztusba, mint hogy elvesztünk volna Ádámban. Mi ő benne voltunk benne. Tehát mi mindig is az ő szeretett, drága gyermekei voltunk. Csak mi felejtettük ezt el. És Jézus azért jött, hogy ezt megmutassa újra neked, ennek a teljességét, és ezt engedd a gondolataidba, hogy teljesen beleáradjanak, hogy te nem egy olyan valaki vagy, akinek csinálnod kell valamit, hogy kiérdemeljed Istennek a szeretetét, és akkor olyan idegenül hangzik, hogy apunak szólítod, vagy apukámnak, és ez olyan furcsa. Jézus, amikor bement a zsinagógában, akkor azt mondta, hogy ő abba. A kis gyerekek azt mondják, hogy apuci, én úgy tudom, hogy héberül ez az abba, ez ezt jelenti, tehát a becézett formája Istennek. Tehát azt mondta, hogy apuci, így imádkozott, és ettől hülyét kaptak a vallásosok, mert ők azt hitték, hogy ez a rettenetes Isten, ez olyan csak tisztelettel, meg nagyon mélyen hajolva lehet hozzászólni. De azzal, hogy Jézus megmutatta, hogy Isten ő a mi apukánk, ezzel jelentette ki a legnagyobb igazságot, ami létezik minden embernek, hogy nem tudsz jobban rendben lenni magaddal, mint amikor érzed, hogy te Istennek a gyermeke, vagy Istennek a fia. És ez nem kereszténység, nem gyülekezetiség, meg ilyen izék. Nem, ez az embernek az eredete, hogy felismeri, hogy ő az Istenből származik teljesen. Minden szempontból. És amit kezdtem mondani az elején, ugye pogányoknak mondta a Pál ezt, hogy az Istentől származunk. Csak gondoljatok bele. Mindjárt mondom tovább, hogy a Pálnak mennyire, vétek, azt kell meglátni, hogy most nem tudok mindent elmondani, mert a Pál Jézus volt a megváltó, nem Pál, jó? Csak én most Pálról beszélek, tehát senki ne értse félre, hogy miért Pált idézem, meg miért vagyok ezekről, de Pál látott meg olyat, ami benne a Jézus is mondta, csak még nem ismerték ott fel körülötte. Hát Jézus azt mondta, hogy ti mindnyájan ő benne vagytok. Ő látta az eredeti képet az emberről, és ezt kezdte kijelenteni az embereknek. Most nézzük tovább. Tehát amikor ugye magunkkal a megtérés, amit megtérésnek hívunk, annak a teljessége az, hogy te teljesen rájössz, hogy Istennek a fia vagy. És mindig az vagy. Ha nem imádkozol, akkor is az vagy. Ha nem olvasol Bibliát, akkor is az vagy. Istennek a fia vagy. Mert ez sokkal előbb volt, mint az, hogy te elvesztél volna. Ez így oké? Az Efezus 1:4-ben Isten Krisztusban kiválasztott bennünket a világ bukás előtt. Amikor a Pál, a Galata 1:15-ben, 16-ban, amikor a Pál elmeséli, hogy vele mi történt, akkor azt mondja, ja igen, itt még egy érdekes dolog, amikor azt mondja, hogy az Isten, tehát ha valaki elfogadja őt, hatalmat kap arra, ez a kap arra, vagy adnak neki hatalmat, ez a görögben ez a didomi, és ez a szó azt jelenti, hogy én olyan dolgot adok neked, ami mindig is a tiéd volt.
Ez a szó ezt jelenti. Tehát Jézus nem valami új dolgot adott az embereknek, hanem azt adta vissza nekik, ami mindig is az övék volt. Az az ismeret, hogy ők Istentől származnak. És amikor a Pál azt mondja, hogy én adósa vagyok a görögöknek, a Róma 1-ben mondja, az a szó is azt jelenti, hogy nálam van, én tartozom mondjuk a Mikinek. És nálam van az, ami az övé. Tehát az, amit a Pál tudott, ez mindenkihez tartozó ismeret volt. Ez nem egy ilyen vallásos kényszer, hogy nekem, nem tudom, az evangéliumot el kell mondani, mert azt mondják a gyülekezetbe, és nekünk valami hódítani kell meg terjeszteni. Amikor felismered azt, hogy Uram, Isten, mi az Istentől származunk, akkor egyszer úgy érzed, hogy ezt mindenkinek el akarod mondani. Persze szelíden, szeretettel, és nem azért, hogy jöjjön a gyülekezetbe, hanem azért, mert ez az igazság, ez a valóság. És amikor ezt kezdi hallani, akkor megváltozik benne valami, érted? Mert az eredeti valóját kezdi megtapasztalni. Tehát a Pál... Oh, thank you. Köszönöm. Tehát amikor a Pál azt mondta, hogy tehát most csak visszatértem oda, hogy a didomi nevű szó az azt jelenti, hogy olyat ad neki, ami mindig is az övé volt. Amikor a Pál elmondja... Bocsánat. Amikor elmondja a megtérését, akkor azt mondja, hogy amikor tetszett az Istennek, akkor az ő kegyelméből elhívott engem az anyám méhétől fogva. Erről is már beszéltünk, de nagyon fontos. Ő azt mondja, hogy elválasztott engem az anyám méhétől. A Jeremiásnak is azt mondta 1:5-ben, hogy én az anyád méhe előtt ismertelek téged. Isten nem akkor ismert meg téged, ezt mondja a Biblia, amikor te megszülettél. Te azt gondolod, mi nekünk voltak gondolataink Istenről, erről a valakiről, aki a bíró, meg igazságos, meg szeret engem, mert ez a dolga, meg megvéd engem, de amikor a Pál azt mondja, hogy ő ismert engem, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mi gondolunk sok mindent Istenről, de nem biztos, hogy az jó, amit mi gondolunk őróla. A Pál is azt mondja, oké, ez egy dolog, hogy ti megismertétek őt, de az, hogy ő megismert benneteket, ez az igazán nagy dolog. Tehát mindig, ezt tudom, hogy ez egy kicsit ilyen csavar, és amikor tudom, hogy hallottam ilyeneket, hogy amikor beszélek, akkor nem lehet mindent érteni. Ezt is meg tudom érteni, de figyeljetek, azért van, mert van benne egy csavar. De ez egy jótékony csavar. Tehát olyan, hogy nem arról kell beszélni, hogy én mit ismerek őróla, hanem arról, hogy ő mit ismer rólam. Mert azt mondja az ige a 2 Timóteus 2.19-ben, hogy megáll az Istennek erős fundamentuma, ami az, hogy ismeri az Úr az övéit. Tehát nem az az alap, hogy Uram, én ismerlek téged, hanem az, ahogy ő ismer téged. És amikor így most, és itt jön a csavar, amikor így kicsavarod a gondolatodat, tehát nem arra törekszel, leges az én agyam így jár, hogy nem arra törekszem, hogy én mit gondolok róla, hanem Uram, te mit gondolsz rólam? És abban a pillanatban nem érzem, hogy nem az én erőmből van, hanem azok olyan erős gondolatok, mert független attól, hogy mit tudom én, tegyük fel, én berúgtam. És Uram, mit gondolsz rólam? És akkor ez annyira felemelő, és akkor már bánom is, hogy ilyet csináltam. Bocsánat, hogy ilyet mondtam, csak azt akartam mondani, hogyha valaki, biztos előfordul valaki, vagy valami rosszat csinál, vagy amit bűnnek hívunk. De az, amikor arra gondolsz, hogy ő mit gondol rólad, abból származik az erő. De amikor te próbálsz valamit gondolni, lehet, csak abba belefárad az ember. Tehát a fundamentum az, amit Isten gondol rólunk. Ez az Efezus 1.4 is ezt mondja. Ő kiválasztott bennünket Krisztus Jézusba. Tehát már ismert bennünket, mielőtt a világ elbukott volna. Ez az alapja ő neki. Gondoljatok bele, ha ő neki nem lenne egy erős referenciája rólad, akkor azt mondaná, hogy te, hát egész életedben drogoztál, meg parázna vagy, meg bűnöző vagy. Mi? Hogyan? Azért, mert most imádkozol? Vagy mert elmondtál, hogy befogadod Jézus? Ezért? Hát gondoljatok bele, ezért bocsássak én meg neked. Tehát ő neki sokkal, sokkal komolyabb referenciája van rólunk. Tehát amit nem tudod felülírni bármi, nincs semmi az univerzumban, amit ember tudott csinálni, bármilyen gonoszság, ami felül tudná írni azt, ami ennek Isten megőrzött bennünk Krisztusba. És azért meg kellett halnia, tehát most nem erről beszélünk, de az, hogy ez helyre tudjon állni, hogy mi ezt fel tudjuk ismerni, az az életébe került neki. Tehát nem egy olcsó ebéd ez az egész, tehát egy nagyon-nagyon komoly dolog. De azt kell megérteni, hogy nem tudod a cselekedeteiddel felülírni. Tehát nem tudod őt meggyőzni arról, amit teszel, hogy az igazabb lenne annál, amit ő tett veled, amivé ő tett téged eredetileg. Ez lehetetlenség semmilyen gonoszsággal felülírni. Tehát te Istentől származol. Na, és akkor a Pál azt mondja,
hogy ő elválasztotta az anyjának a méhétől, és ez egy nagyon fontos dolog, csak figyeljetek meg, mert ez a természetes származásunk, mert mindenkinek vannak fizikai szülei, és nagyon hálásak vagyunk érte az Úrnak, komolyan, ez nagyon fontos. De mégis azt mondja az ige, ahogy Jézusnál is, hogy mi nem testtől és vértől születtünk, hanem az Istentől. Ez azt jelenti, hogy a te teljes lényed, aki te vagy igazából, te Istentől származol. Ha nem így gondolod, akkor uralni fogja a gondolataidat az az Ádámtól való származásod, és tudjuk, hogy milyen dolog történt az Ádámban, de hála Istennek, hogy jött Jézuska, és akkor valami jót tett velünk, és akkor igyekszünk, most már jobb emberek leszünk. Nem ez történt, hanem az történt, ugye, hogy Jézusban vége lett. Vége lett annak, ami elbukott. Teljesen. És Jézusban egy új emberiség született. Egy dolgunk van, ezt nem tudják az emberek, és el kell mondani nekik. Ez oké? Okay? Mert hogyha nem így van, akkor valami, akkor amit Krisztusban tett Isten, az nem tökéletes. Akkor maradt valami maradvány, amit nekünk kell kipótolni, mondjuk az imáinkkal, vagy azzal, hogy jól fogunk viselkedni. De először fel kell ismerni azt, hogy Isten Krisztusba újjá teremtett mindenkit. Amikor ezt felismerjük, ettől születünk újjá. Ezt kell elmondani az embereknek, hogy Isten Krisztusban téged újjá teremtett. Figyeljetek, azt is szoktuk mondani, hogy ugye aki Krisztusban van, csak a hívők vannak Krisztusban. És hogyha nyugodtan végig gondoljátok, az 1 Krónika, vagy 1 Korintus 1.30, azt mondja, Istentől vagytok ti a Krisztusban. Vagy a 2 Korintus 5-nek a végén, hogy Isten volt az Krisztusban, aki megbékített benneteket magával. Most ez nem pont arra vonatkozó, ige. Tehát minden ő benne áll fenn, ő rajta keresztül. Nincs rajta kívül semmi. Én tudom azt, hogy én is így gondoltam, hogy ha hiszel, akkor benne vagy Krisztusban. Ha nem hiszel, nem vagy benne Krisztusban. Ezzel nem tudok mindent megmagyarázni, de minden ember, azt mondta a Pál azoknak a pogányoknak, visszamegyek oda, hogy ő benne élünk és mozgunk. Tehát azt mondta nekik, hogy ti ő benne vagytok. Lehet, hogy én úgy csinálom, hogy lehet, hogy nem értem, de azt mondom, ha az ige ezt mondja, akkor az úgy van, majd meg fogom érteni. De azt látom, hogy ebben sokkal több van, sokkal nagyobb szabadság és teljesség, és nem liberalizmus a bűnnel szemben, hanem inkább sokkal nagyobb erő a bűnnel szemben, mint az, hogy azt mondom az embereknek, azt hirdetem nekik, hogy Ádámban mindenki elbukott. Ez nem az evangélium. Ez igaz dolog, én nem mondom, hogy nem igaz. De még nagyobb igazság, úgy mondja a Róma 5, hogy sokkal inkább elhatott a kegyelmi ajándék, mint a kárhozat. A kárhozat bejött Ádámon keresztül, a kegyelem meg Krisztuson keresztül. És ez sokkal inkább elhatott. De szerintem a keresztény teológiában sokkal inkább, tisztelt a kivételnek, sokkal inkább uralkodik az Ádám bukása, a bukás teológia, mint az, hogy Jézus Krisztusban meghaltunk és feltámadtunk. Ez minden ember megtörtént, csak nem tudnak róla. Én nem mondom, hogy hit nélkül tud ő üdvözülni, de azt viszont mondom, hogy ami Istenben történt, az megtörtént. Az nem csak egy lehetőség az emberiségnek, hanem megtörtént velünk. Amen. Amen. Tehát akkor megyünk tovább. A Pál azt mondta, hogy elválasztott engem az anyám méhétől fogva. Magyarul azt mondta, hogy nem az a döntő, ami veled történt fizikailag. Ahogy apádtól születtél, hogy ki voltál, gazdag, szegény, mi történt veled gyerekkorodban, elváltak a szüleid, vagy bántottak esetleg, megvetettek, elutasítottak, és ettől a lelked és a tested, ami tény, így sérült, úgy sérült, stb. És én ilyen vagyok, és én ezeknek vagyok az áldozata. Amikor felismerjük azt, hogy mi Istennek a fiai vagyunk, rájövünk arra, hogy semmi nem érintette a te eredeti valódat. Ebből származik a szabadulás, meg a gyógyulás. Azt mondja, hogy aki megismeri az igazságot, a szabaddá teszi, vagy aki megismeri a fiút, a szabaddá lesz, valóságosan szabaddá lesz. Megismerni a fiút azt jelenti, hogy megismered Jézust is, mint a fiú, és megismered magadat is, mint Istennek a fia. Amikor ezt megismered, akkor rájössz arra, hogy nem az érzelmeid határoznak meg téged, nem a tetteid, hanem az, hogy te Istennek a fia vagy. És utána Pál azt mondja, hogy kijelentette Isten az ő fiát én bennem. Ezt is úgy szoktuk gondolni, hogy igen, akkor nem tudom, hogy Jézus belém költözött, vagy ilyenek. Az kijelentette az azt jelenti, hogy felfedte. Ez azt jelentette, hogy itt volt addig is az asztal alatt, és most felfedtem, hogy te Istennek a fia vagy. Tehát a Pál rádöbbent arra az ő eredetére. Ez az evangélium, tudom, hogy furcsán hangzik, mert régebben nem így hallottuk. De ami Pállal történt, hogy felfedte az Isten fiát én bennem. Felfedte azt, hogy én Istennek a fia vagyok.
Ez nem gyülekezet, nem kereszténység, nem teológia, ez egy valóság. Jézus Krisztusban Isten felfedi mindenkivel kapcsolatosan, hogy ő Istennek a fia. És utána, és mondom, ezen ne botránkozzatok meg, mert de ezen meg lehet, de így írja a Biblia, hogy utána azt mondja, hirdettem Krisztust a pogányok között. Oda az van írva, hogy a pogányokban. Nem merték lefordítani, tudjátok, van a Kolosszi 1-ben is, hogy a dicsőségnek ama reménysége, hogy Krisztus köztetek van. És ott is az van, hogy en a görögbe. Tehát az, hogy Krisztus bennetek van. Ez a pogányoknak a dicsősége. A dicsőségnek ama reménysége. Most ez, értek, tudom, hogy furcsán hangzik, de tényleg ne kövezzetek meg, jó? De a Pál azt mondja, hogy amikor Isten felfedte az ő fiát én bennem, így írja, nézzétek meg, azt mondja, azonnal hirdettem Krisztust a pogányokban. Ezt úgy is mondhatjuk, hogyha kompromisszósan vegyük, hogy azt hirdettem, hogy mit tudom én, Krisztus, ezért térjetek meg, mit tudom én, vagy azt hirdettem, és akkor folytatom, azt hirdettem, hogy Krisztus bennetek van. Most ebből ugye lehet azt kérdezni, hogy azt mondod, hogy a pogányokban, a hitetlenekben benne van Krisztus. Én azt mondom, ami itt van az igében. Nézzétek meg. Én azt mondom, hogy ez az ember, most csak példának használok, ez az embernek sötétség van rajta, el van veszve. Mi úgy gondolkoztunk róla, hogy ennek az embernek soha semmi köze nem volt Istenhez, igaz? Így gondoltuk. És az, hogy most neki döntenie kell, hinnie kell valamit elfogadni, és ez a procedúra fog valamit okozni benne. És működött is, nincs ezzel semmi baj. Én is így tértem meg, meg ti is sokan, meg sokan rajtunk keresztül így tértek meg. És ahogy mondtam is, mindig semmi baj, hogyha most is ugyanígy csinálod, jó? És az sem baj, hogyha ezzel nem így értesz, nem értesz egyet. De van egy, szerintem egy sokkal fantasztikusabb, olyan, ami én nem érzem most már úgy, hogy ezt az embert ki kellene beszélnem az ő elveszett vagy a bűnös voltából, hogy rá kellene vennem valamire. Hanem arról kezdek beszélni, ha próbáljátok úgy elképzelni, hogyha én lennék Isten, és képzeld magadba, ha te lennél Isten, a te fiad meghalt ezért az emberért. Azt mondja az ige, hogy eltörölte a bűnöket, megbocsátotta a bűnöket. 1 János 2:2, nem csak a hívőkét, hanem az egész világban levőkét is megbocsátotta. Így mondja. Tehát mindenkinek a bűnét megbocsátotta. Itt vagyok én, Isten, aki azt mondja, hogy én megbocsátottam a bűneidet. Ez csak az egyik dolog. De azt mondja ugye, hogy meg is igazította ezt az embert. Tehát amikor épp ma a kocsiba olvastuk a Gyuszékkal, figyeljétek, az Efezus 2 mit mond? Azt mondja, hogy figyeljétek, titeket is megelevenített. Tehát titeket. Akik halottak voltatok a ti vétkeitek és a bűneitek miatt. Ugye itt azt szoktuk gondolni, hogy igen, először bűnösök voltunk, aztán akkor élővé tett bennünket. Tehát a bűneitek miatt, amiben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, ami most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát ugye engedetleneknek hívja azokat, akik kint vannak a világban. Akik között forgulottunk egykor mi is, mindnyájan, a testünk kívánságába, a cselekedve test, a gondolatok akaratát, természet szerint a harag fiai voltunk. Tehát ilyen volt a természetünk. Mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén az irgalmasságába, az ő nagy szerelméből, amivel minket szeretett. Tehát én azt látom, hogy ő ezek szerint akkor is szeretett bennünket, irgalmas volt velünk, pedig mi a bűneinkben halottak voltunk, cselekedtük a testnek és a gondolatoknak az akaratát. Istennek a szeretetét nem az váltotta ki felénk, hogy azt látta, hogy jaj, ezek elvesztek. Isten úgy mondja az ige, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Tehát előbb szeretett bennünket, mint hogy adta volna a fiát. Azért adta a fiát, mert szeretett bennünket. Jó, ez nagyon fontos. Nem egy vészreakció volt Jézustól, hogy jaj, az emberek elvesztek, most haragszom meg, de megmentem őket, csak szeretek. Ő mindig szeretett bennünket, ezért cselekedett úgy. Tehát akkor is szeretett bennünket, amikor a bűneinkben voltunk, igaz? És hogyha akkor, ezt mondja a Róma 5, hogyha akkor, amikor a haragban voltunk, akkor megbékéltetett. Mennyivel inkább most, amikor már megigazultunk az ő élete árán. Tehát nem igaz az, hogy a hívő bűnös, amikor egy hívő bűnt követel, akkor az már egy rettenetesebb dolog, mert senkit nem a bűnre akarok bátorítani, ne értsétek félre. De ha amikor te a bűneidben voltál, Isten akkor megbékéltetett téged, amiről persze fogalmat se volt. Senkinek kint a világban fogalma sincs arra, hogy Isten nem haragszik már rá. És nem, nincs kiakadva rajtuk egyáltalán. Érted, mennyivel inkább utána, amikor te felismered ezt, érted, akkor megtartasz.
És azt mondja az ige, de a, igen, és azt mondja, minket, figyeljetek, minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe, a Krisztus Jézusba. Tehát ezt nem tudod máshogy érteni, vagy pedig csak úgy félretoljuk, hogy hú, felültetett, meg itt, azt se tudom, mit jelent. De azt jelenti, hogy ami Krisztusban történt, az akkor is megtörtént, amikor te halott voltál. Tehát amikor ezt megértjük, hogy Krisztusban ami történt, az nem azért történt, mert igen, én döntöttem, én hittem, én egyetértettem, hanem Krisztusban történt valami veled, míg te a bűneid miatt halott voltál. Az történt veled, hogy ő, mivel ő a te képviselőd meg a helyettesítőd, ő megelevenített téged. És Krisztusban te feltámadtál, és a mennyekbe ültettél, és most is ott vagy. És az egész ember, Isten, amikor jobbra néz, azt hiszem jobbra néz, ott áll egy ember, és ez Istennek a bizonyítéka arra, hogy tökéletes volt a megváltás. Ez nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy minden ember hívő a világon. Hanem azt jelenti, hogy amit én tudtam tenni az emberiségért, az teljesen tökéletes. És mindig csak Jézusra néz, és akkor azt mondja, hogy nem tud haragudni rád. Bárki bármilyen gonoszságot tett valaha az életébe, nem tud rá haragudni. Mert itt van, ezzel fizette ki az egész árat. Ha nem ez az evangélium, akkor nem tudom micsoda. Akkor az, hogy oké, Jézus meghalt, de azért neked is igyekezned kell. Valamit tenned kell. Ennek semmi köze az evangéliumhoz. Tehát az, hogyha nekünk valamire törekednünk kell, akkor nem ismerjük fel, hogy Isten tökéletesen megbüntette a bűnt. Ami haragja, jogos dühe, gyűlölete volt bűn ellen, vagy emberek ellen, annyira, hogy ezért ha meg kellett halni, azt mondja, hogy igen, ő meghalt. Ez le van tudva. Tehát az ő halála a te halálod volt. Az ő büntetés a te büntetésed. Az ő betegség a te betegséged. Minden elvégződött benne. Teljesen. És teljesen tökéletessé tett minden. És innentől kezdve már csak egy dolog van, hogy ezt elmondani, hogy felismerjék az emberek, figyelj, te ilyen vagy, érted, ilyet tett az Isten, téged szeret az Isten. Akkor is szeret, hogyha nem hiszel benne. Akkor is szeret, ha nem fogadod el. Mi játszottunk ilyen húzd meg, erezd meget, hogy ó, és akkor döntesz, nem döntesz, na nem döntesz, akkor már szevasz. Isten szereti az embereket, mindig is szerette őket. Ez az evangéliumnak a lényege, szeret téged, az életét adta oda érted. Attól függetlenül, hogy én nekem 10000-szer kell neked ezt mondani, és még mindig iszol mondjuk. Pedig már hányszor hallottad az evangéliumot, vagy mit tudom én egészségedre. Tehát újra és újra azt mondom neked, ami Krisztusban történt, és ennek nincs szavatossága, nem jár le. Én nem látom, hogy ez lejárna, vagy ilyen lejáratos lenne. Na, tehát azt mondja, igen, visszatérve a Pálhoz, hogy felismerte azt, és elkezdte hirdetni a nemzetekben a Krisztust. Ezt mondtam nektek egy ilyen példát, hogy tehát nem kell, ezt tudom, én amikor ezen kezdtem gondolkozni, hogy Isten, tehát Krisztus, az Isten képe és a hasonlatossága benne van az emberekben. Jó, most én így értem, hogy Krisztus bennük van. Én nem azt mondom, hogy ő újjászületett és hívő, oké? Nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy én annak látom őt eredetileg, aminek Isten teremtette. Mert az én szemeim meg vannak váltva. A Pál azt mondta, hogy többé nem ismerünk senkit test szerint. Tehát én nem úgy nézlek téged, hogy most mit csinálsz, hogy tegnap mit tudom én, leittad magad, kuplerájba voltál. Nem így nézlek téged, mert Isten sem így lát. Ekkor értjük meg a kegyelmet. Én így gondolom, akkor értettük meg a kegyelmet, amikor így tudjuk nézni az embereket. Mert ha most Isten itt megjelenne, ő így nézne téged. És ettől szégyelni el magát az ember, vagy pedig érezni azt, hogy Úristen, ez nem is az én életem. Hisz itt van apukám, és ő mutatja, hogy milyen az én életem. És akkor, amikor én ezt felismerem, ez egyszerűen csak felnyílik bennem az, hogy én eredetileg olyan vagyok, mint ő. Én Istentől származom, én Isten fia vagyok. Ezért az a méltó hozzám, hogyha úgy is cselekszem. De mivel eddig ezt mi nem annyira hangsúlyoztuk, vagy nem mondtuk, ezért csak azt, mert láttuk, hogy az egy más van leírva a Bibliában, mint amit csináltunk. És ezért a cselekedeteket kezdtük hangsúlyozni. Hogy hát a te hívő, hogy ezt kell csinálnod, meg azt kell csinálnod. De ez meg nem megy, meg nem ment. Mert nem tudod a természetedet megváltoztatni. Ha ezt értjük, akkor értünk mindent. Te nem tudod az imáddal megváltoztatni a természetedet. Te úgy mondja, hogy a természet szerint voltunk a haragnak a fiai. És nem tudod türelmes lenni azért, hogy kéred az Urat, hogy adjon türelmet. Ő az ő természetét adta nekünk.
Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy olyan vagy, mint Isten, vagy hasonló vagy hozzá, kinek még tetszik. Azt jelenti, hogy az ő genomja, a gén állománya van benned. Az, hogy az ő nemzetsége vagy, ez ezt jelenti, hogy ő belőle születtél. Én hasonlítok az én apámra, az én fiam hasonlít rám. De nem ugyan, ő nem én vagyok, hanem hasonlít rám. Ha ránézel, látsz engem, megismered őt. És amikor Jézus azt mondta, ugye, hogy ha engem láttok, látod az atyát, figyeljetek, ez ő nem az atya volt, de tükrözte az atyát. Ha ránéztél, meg kellett érteni, hogy ő kicsoda. Ezt mondja, ez egy fontos ige, az a János 8.19, azt nézzük meg, ott azt mondja, hogy ha engem ismertek, akkor ismeritek őt. 8.19, azt mondja, hogy hol van a te atyád, felelte Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Itt azt mondja, hogy, hogy sem engem nem láttok, sem az én atyámat. Tehát Jézus azt mondta, hiába látsz engemet így, nem látsz engem igazából annak, aki vagyok. Mert ha engem látnál, látnál az atyámat. Azért, mert ez egy ugye szellemi dolog, most nem akarom ezzel így elkenni, de azt jelenti, hogy Jézus Krisztust visszatükrözte az atyát. Figyelj, legjobban úgy tudod megismerni őt, amikor Istent megismered hadvezérnek, az jó. Megismered bírónak, nagyon jó. Megismered, hogy gondoskodik rólad, nagyon jó. De amikor őt megismered annak, hogy ő a te apukád, akkor te megismered azt, hogy te meg fiú vagy. És abban tükröződik az, hogy őt ismered, mint egy apuka, hogy felismered, hogy te fiú vagy. Te értitek, hogyha én tudok valamit, az egy dolog, hogy tudok róla. De amikor az a dolog tükröződik bennem, akkor igazán ismerem ezt a dolgot. Tehát ez nem egy ilyen intellektuális valami, hogy tudom, Isten az én apukám, hanem amikor én felismerem az, hogy ő az apukám, az azt jelenti, azt a viszonyt, hogy én a fia vagyok. És amikor én teljesen ki tudok teljesedni, és úgy érzem magam, hogy ez én Istennek a fia vagyok, vagy az ő lánya, amikor te rám nézel, akkor ő róla is jó képet tud lenni. Jó, tehát az, hogy a fiai vagyunk, az nem egy ilyen teológiai fogalom, hanem az a valóság, hogy te annak éled magadat. Ez a világosság, ez azt jelenti, hogy te teljesen tudod, hogy te teljesen Istentől származol. És minden, ami ezt el akarja lopni, kicsinyíteni, az a gonosz. Ez volt a bűnnek a lényege, hogy lejjebb vigye az embert arról, hogy mit gondol magáról, az identitásáról. Hogy oké, én egy hívő vagyok, vagy én egy nem tudom én ilyen vagyok, vagy az vagyok, vagy de talán valami kísértésed van, én egy elveszett ember vagyok, vagy egy gonosz ember vagyok. Ezek mind-mind hazugságok. Ilyenkor újra emlékeztetni kell magadat arra, hogy te Istentől származol. És amikor ezt teszed, az megváltoztatja a cselekedetedet. Ha nem ezt teszed, figyeljetek, nem tudod, ha azt gondolod magadról, egy alacsonyabb szintet gondolsz, akkor nem tudsz magasabb szintű cselekedeteket. Ha azt gondolod, hogy te nem vagy szent, nem tudsz szentül cselekedni. Lehetetlenség. Neked azt kell hinned, mert ez az igazság, hogy te szent vagy, és akkor szent módon fogsz cselekedni. Azt kell hinned, hogy ártatlan vagy, és akkor úgy fogsz ártatlan. Azt kell hinned, hogy szelíd vagy, és akkor szelídek lesznek a cselekedeted. Azt kell hinned, hogy hosszú tűrő vagy, és akkor hosszú tűrőként fogsz cselekedni. Jó? Tehát, mert Isten ezt megtette, ez a természetünk, ez a valóság. Lehet, hogy nem ezt érzed, de higgyed ezt. És ahogy ezt kezded hinni, kezded érezni, kezded tapasztalni. De addig csak a tapasztalatunkból születik a teológiánk. De hát én egy idegbeteg vagyok, érted? Elén vágnak, meg én állandóan aggódok, meg mit tudom én ilyenek. De akkor ne azt mondod, hogy akkor én nem aggódok, meg ellenállok, hanem az, hogy de ez nem az én természetem. Én olyan vagyok, mint ő. De olyan, mint egy kisgyerek, érted? Ez se, egyik se tudja, hogy holnap mit fog reggelizni. Mi meg jár az agyunk, hogy fogjuk a számlánkat fizetni. És amikor ezt kezdjük, higgyétek el, a hit az nem egy dolgoknak a megszerzésére irányuló keresztény vagy szellemi izé,